Közelebb vitt ez a verseny Magyarországhoz, a múlthoz, ahhoz az értékhez, amit őrzünk, ami fontos, ami a miénk és ami a miénk marad. Ezek Farkas Csaba gondolatai a versenyről. Csaba a síjolgárdiak egyik versenyzője, így módon tehát általános iskolás. De ennél szebben megfogalmazni azt, amiről az értékvetélkedő szól, talán nem is lehetne. Vannak köztetek olyanok, akik nem először próbálkoznak, ők menet közben majd meséljék a többieknek, hogy ez az egész nap egy nagy öröm, vidámság lesz, és bár ismeretek sem ártanak menet közben, a játéké lesz a főszerep. A versenyt egy hosszú felkészítő időszak előzi meg, ami egyaránt izgalmas és tanulságos a felkészítőnek és a gyereknek egyaránt. Az a lényeg, hogy a karika rá fűződjön a botra. Népi gyerekjáték volt szerintem. Ez egy népi gyerekjáték volt, és hát eléggé nehéz feladat. Én már próbálkozom, itt nem tudom, a gyereknek ötször lehet próbálkozni? Igen. Amik sikerült. Előtte gyakorolhatnak a gyerekek, és utána pedig próbálkozhatnak ötször a karikát fölfűzni erre a kis vesszőre. Igen, azt hiszik, és pedig nem, a kolléganőm elsőre, hogy sikerül, de nekem nem sikerül. Tessék nyugodtan próbálkozni bárkinek otthon is. Igen, hát igen. Tényleg nem egyszerű, de meg lehet csinálni. Emellett további hat állomáson kellett bizonyítani a csapatoknak rátermettségüket és felkészültségüket. Be kellett mutatni többek között saját településük értékeit, el kellett igazodni egy térképen, és tudni kellett, mi tolnaikum vagy éppen hungarikum. Itt is van ugye száraz és szárult is. Igen, és igen. Akkor... És ez is szerintem itt ezek lapos öltés. Így van. A megyei értékvetélkedőt harmadik esztendeje rendezi meg a Tolna megyei értéktárbizottság. A kis és nagy általános iskolások külön versenyt vívnak, így egyenlő erők küzdelme folyik. A harmadik alkalommal rendeztük meg az értékvetélkedőt, ezt mindig ősszel egy értékhangoló előzi meg, és aztán az értékvetélkedővel, magával a vetélkedővel fejezzük be a programot. Nagyon elégedettek vagyunk vele, mert úgy érezzük, hogy az eddigi 3 éves munka most már gyümölcse most már beérik. Mind a gyermekek, a pedagógusok, az iskolák nagyon lelkesek, és támogatnak minket abban a munkában, amit az értéktári területen próbálunk elvégezni. Úgy érezzük, hogy a gyermekek is nagyon megszerették ezt a vetélkedőt és ezt a folyamatot. Lelkesek, csillog a szemük, és igazán sikerült kialakítani bennük talán a Tolna megyei kötődést. Sokszor olyan helyi sajátosságokkal, értékekkel találkoznak ilyenkor, amelyekről még a települési krónikák vagy az öregek tudása sem egyszer. Kutakodni kellett, főként internetes honlapokat böngésztünk, illetve a megadott honlapokat kellett vizsgatunk, és megismerkedtünk általuk a nemzeti és a tájegység értékeivel, hagyományaival. Nagyon nagy hozadékát érzem egyébként ennek, és erre alapozódott tulajdonképpen a második fordulóra való készülődés, hogy ugyanezeket az értékeket kellett áttanulmányoznunk, és egy prezentációt kellett készíteni a gyerekeknek, amit mi megpróbáltunk síjolgárdiasan elkészíteni. Igazából nekem nagyon tetszik ez az egész program, ugyanis így sokkal jobban megismerhetem a megyénk értékeit, meg úgy magának Magyarországnak a fontos kincseit, hogy miért is jó itt élni, mert sokan ugye azt mondják, hogy Magyarországnak nincs tengere, nincsenek sípályái, és hogy hát mégis mi van itt, ami miatt jó itt élni. És hát igen, valóban rengeteg természeti értékeink vannak, nemzeti parkjaink, illetve különböző népművészeti értékek is, és nagyon érdekes ezeket megismerni. Számomra ez a verseny ez egy kihívás, mivel igaz, hogy sokat foglalkozok úgy népművészettel, de akkor is vannak olyan dolgok, amiket még így sem tudtam. Meséljük. Hát például vannak olyan népművészeti motívumok, például amiket jó megismerni, például a tolnait. Azt eddig még nem ismertem, de ez a verseny kapcsán megismertem.